szöveget se lehetett ellenőrizni, tehát ezen az ellenőrző papíron nincs rajta, hogy mi a szöveg, amit küld az ember. Magyarul szeretett volna sok boldog házas évet kívánni egyik rokonának kolléganőnk. Orosz Ildikó, a Pannon RTV szerkesztője azonban nem járt sikerrel a szabadkai főpostán a belvárosban, a Május 1-e utcában. Szombaton szerettem volna egy táviratot feladni a rokonainknak, egy köszöntő táviratot magyar nyelven, és nem sikerült ezt megvalósítani. Nem tudták a magyar helyesírás szabályai szerint ékezetekkel azt az egy mondatot leírni a postán. Ildikó az ügyintézővel sem tudott beszélni az anyanyelvén, magyarul. A gratulációt végül szerbül írták meg. A szombaton délelőtt 10 óra körül feladott távirat majd csak 2 nap múlva hétfőn érkezik meg a címzethez. Ildikó panaszt emelt a tartományi ombudsmani hivatalnál. Vukasinovics Éva megkeresésünkre elmondta, ez nem az első ilyen eset. Több beadvány vonatkozott a postára és a hivatalos nyelvhasználatra, például nem akarták kézbesíteni magyarul címzett leveleket. Mindenképpen az ombudsmani hivatal eljárást indít ilyen esetekben, felszólítjuk a postát, hogy nyilatkozzon, a nyilatkozat után pedig felmérjük, hogy történt-e jogsértés vagy sem, és hogyha történt, akkor ajánlást intézünk a posta irányába. A postaforgalmi közvállalat köteles átvenni és továbbítani a magyar nyelvű beadványokat, erősítette meg Beletka Katinka, a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos nyelvhasználati tanácsosa. Ez azt jelenti, hogy nem lehet a polgárok ilyen típusú kérelmeit elutasítani arra való hivatkozással, hogy nincs, aki a magyar nyelvet beszéli, illetve nincs, aki fel tudja venni a távirat szövegét magyar nyelven helyesen. A Magyar Nemzeti Tanács már többször is felszólította a postát, hogy találjanak megoldást az ismétlődő problémára. A magyar nyelv hivatalos nyelv Szabadkán, akár csak 28 vajdasági község, város teljes területén, illetve további 8 település helyi közösség területén. A postát is meg akartuk kérdezni. Hivatalos kérvényt küldtünk, majd telefonáltunk. Azt a választ kaptuk, hogy mivel hétvége van, az illetékesek nincsenek bent. Azt ígérték, hétfőn a rendelkezésünkre állnak.